Fejlesztésért Alapítvány kuratőrének az elnöke vagyok. Ezt a fotópályázatot azzal a szándékkal, céllal próbáltuk megfogalmazni, kiírni, hogy minél több emberben tudatosodjon az, hogy a környezetünkben micsoda kincs van, az az, amit igazából mindenki tud, de mégis nem élünk vele igazán, nem használjuk ki a benne rejlő lehetőségeket. Talán ez a fotópályázat is segít rá világítani, ráirányítani a figyelmet erre a problémára, és a jövőt talán szerintem fogjuk látni ezen a téren. Most szeretnék átadni a szót Dr. Somorán Györgynek a díjátadás. Köszönjük szépen. Nagy örömmel olvastam a pályázat kiírását Kisapostagi révén. Én is erősen kötődöm a Dunához, körülbelül 40 éve fotózom én is a Dunáknak a környezetét, és nagy izgalommal vártuk a beérkező képeket. 21 pályázó alkotásait értékelte a zsűri. Első legfontosabb szempont volt nyilván, hogy a kiírásnak megfelelnek legyenek a képek. A második szempont pedig, hogy azért esztétikailag is elfogadható képek legyenek. Meg kell mondanom, hogy azért elég sok úgynevezett amatőr fotó jött, ami inkább emlékkép volt, mint műalkotás, de hát minden pályázatnál ez így van, vannak nagyon jók és vannak aztán kevésbé sikerült képek. Ez azonban nem kell, hogy elkeserítse azokat, akik most nem lettek helyzetek, még nem került a képük a falra, mert majd gondolom, hogy meg lesz hirdetve a jövőre is a pályázat, hogy későbbiekben is és lehet pályázni. A téma a Duna és az ártere, ez szinte kimeríthetetlen, és ahogy Kutovászat is mondta, ilyen Duna melletti településeknek itt kicsapostak, de akár Dunai város vagy Dunaföldváros sorolhatnak, meghatározó jelentőségű az életében, vagy csak mást ne említsük, ugye most mind az árvíz, ami volt. A zsűri három díjat ítélt oda. Az első helyzet Klép Sándor lett, két képét ért a zsűri. Az egyik egy róka portré, a mutatványos róka, akinek az orrán rók van és azzal játszik. A másik még gyönyörű tájkép a Sárbel szigetnek a kapujáról, ahol még vadkacsák és úsznak a vélem, úgyhogy első helyzet a Klép Sándor lett. Ez elég éles, ezért az érték majd.